reggeli személy pedig Brückner Gergely, a Telex gazdasági újságírója, aki az elmúlt napokban több cikket is publikált rezsinöveléssel kapcsolatban. Tegnap kijöttek a számok végül, és Brückner Gergellyel abban maradtunk, hogy megpróbáljuk értékelni a helyzetet. A számok ismeretében kimondható már az, hogy ki jár jól, és ki jár rosszul a rezsinövelés után? Jó reggelt kívánok! Mindent pontosan még nem tudni, de az egyértelműen látszik, hogy hát a nagyobb gázfogyasztók járnak rosszabbul, tehát hogyha nagyon leegyszerűsítjük a tegnapi rendeletből kiolvasható számokat, ugye a rezsiárhoz képest ez az úgynevezett piaci ár a gáz esetében 7-szeres lesz, még az áram esetében idézőjelben csak megduplázódik, tehát olyan szempontból az egyik ilyen izgalmas kérdés az volt, hogy miért jár rosszabbul mondjuk az a háztartás, aki csak áramot vagy csak gáz használ, ahhoz képest, amelyik mind a két energiahordozóból kimeríti a rezsikeretet. Ilyen szempontból talán ez egy logikus lépés, mert ugye itt azt kár lett volna büntetni, hogyha valaki egy korszerűbb fűtéskorszerűsítéssel, vagy akár a közlekedésben mondjuk elektromos autóra állt át. Tehát az, hogy az áramot kicsit talán kevésbé bünteti, vagy kevésbé hozza közel a valósághoz a kormány, én azt gondolom, hogy ez egy olyan szempontból jó döntés, hiszen a gázból nagyobb csökkentési előírások vannak, akár ugye Európai Uniós előírás, nagyobb az orosz függés, tehát az jó, hogyha nincs olyan motiváció a rendszerben, hogy valaki visszatérjen például a gázfogyasztáshoz. És hogy tudja az ember a gázfogyasztását csökkenteni? Lejjebb tekeri a termosztátot? Hát ugye az egyszerűbb megoldások azok valóban ilyenek, hogy átgondolja a sütés-főzést, vagy két szobába lekapcsolja, ha megteheti a fűtést. Hát az összetettebb megoldás pedig az, hogyha valamilyen elektromos fűtésre vált, olyan lehetőség is van, amikor valaki gyakorlatilag teljesen gáz alapú fűtésről ilyen, mondjuk a klímához hasonló ilyen fűtőszálakkal, hát hogy úgy mondjam, rásegít árammal. Tehát azért van optimalizációs lehetőség, de természetesen mondjuk, aki egy rossz energiahatékonyságú, mondjuk egy kádárkockába él vidéken, gázzal fűt, számára elég ideális az, hogy benne maradjon a keretbe, és ha csak 20%-kal túllépi a keretet, és ugye arra a 20%-ra bejön egy 7-szeres ára jövőben, hát az olyan szinten tudja felborítani a családok eddig megismert költségvetését, hogy hát ráadásul ezek általában nem igazán magas jövedelmű emberek. Hozzá kell tenni sajnos minden ilyen intézkedésnél, hogy azért itt ne hergeljük a hallgatókat, hogy hát azért ez nem a kormány bűne, hanem sajnos ez a realitás, amit most jobban szembeenged a lakossággal, a kormányzat ezzel a rezsinöveléssel, hogy így fogalmazzunk. Igen, de nyilván vannak olyan emberek, akik azt gondolták, hogy oké, rendben, rajta van a rezsiszámlám az, hogy mennyit kell fizetnem, rajta van az, hogy a Fidesz áldásos tevékenysége nyomán mennyivel kevesebbet kell fizetnem, és hogy ez mennyire jó nekem, de végül nem azok az árakat kell fizetnünk majd, amit korábban olvastunk, vagy amiről azt gondoltuk, hogy a Fidesz miatt nem kerül annyiba. Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és tapasztalatom szerint nagyon kevesen tudják, sőt, amikor ezzel a rezsi témával intenzívebben elkezdtem foglalkozni, akkor nekem is egy olvasó segített, hogy az az információ, amit a számlán láttunk megjelenni, az egy 2012-es vagy 2013-as rendeletben megfogalmazott tartalmú szám, az gyakorlatilag azóta is azt jelenti, hogy a rezsicsökkentés bevezetése idején a piaci ár és a rezsicsökkentésnél bevezetett rezsi ár között mekkora volt a különbség. Tehát gyakorlatilag egy olyan szintetikus, semmiről semmit nem eláruló számot látunk ott, ahogy mondtad, ugye a kormány áldásos tevékenységének megköszönhető különbségként, ami egy 8-9 évvel ezelőtti információn alapul, de egyáltalán nem azt mutatta, hogy most, amikor ötszörözöttek, hatszorozottak, vagy akár még nagyobb mértékben nőttek az áram és a gázára, most mi lenne a reális különbség, és aztán persze megint is el lehet azon is merengeni, hogy egyáltalán mit tekintünk piaci árnak. Itt ezeknek a termékeknek vannak különböző ilyen piaci árai, tőzsdei jegyzései, a gázban ez inkább világpiaci, az áramban ez inkább regionális.
de úgy is lehet számolni, hogy mondjuk a magyar államnak mennyibe kerül átlagosan a gáz meg az áram. Ugye mind a kettő esetben azért csökkenti az átlagárat az, hogy van magyar termelés. Ugye áramban elsősorban a paksi atomerőműre gondolhatunk, de földgázból is van körülbelül a magyar fogyasztás 15%-áig magyar kitermelés, és hiába száll el ugye a világpiaci ár, ezeknek a költségszintje valójában nem nő annyira, és amennyire láttuk a tegnapi intézkedésekből, ezt az állam is figyelembe vette, tehát nem a világpiaci árat engedte rá a fogyasztókra, hanem egy olyan, pontosan nem ismerjük, mert ez nem transzparens, vagy ez neked is számomra nem az, hogy hogy kalkulálták ezeket az árakat, de láthatóan belevették azért azt, hogy nekik is van lehetőségük az átlagárat csökkenteni. Új kifejezést kellett megtanulnunk, szerintem ez korábban nem létezett, az úgynevezett lakossági piaci ár. Ilyen korábban biztos, hogy nem létezett. Igen, igen, ugye ez egy nagyon érdekes, és azért keringenek különböző árak. Mert ugye van a rezsiár, ezt azért úgy nagyjából már megismertük, ugye ez körülbelül most úgy nézett ki, hogy 36 forint volt a villamos energiának az áfával növelt kilowattóránkénti ára. Ez nem teljesen egységes egyébként, mert ilyen szolgáltatási területenként van egy kis különbség, de ha ezt a számot használjuk, akkor nagyon nem tévedünk. És ugye volt egy földgáz ár is, mondjuk azt, hogy mondjuk szintén áfával növelve 102 forint volt egy köbméter gázára. Ez azért érdekes, mert valójában a szakemberek nem térfogató, tehát nem a köbméter használják, hanem az energia értékét használják a gáznak, tehát megadzsúlban számolnak, és nem teljesen egységes az átváltás, de mondjuk, hogyha 33 és 35 közötti szorzóval szorzunk, akkor megkapjuk ezt a számot. Tehát, hogyha egy megadzsúl árát látjuk, amit most szabályoztak, és azt beszorozzuk 34-del, akkor megkapjuk azt, hogy köbméterbe hogyan számolhatnánk az árat. Tehát ez volt ugye a kiindulás, hogy volt ez a rezsiár. Most a tegnapi rendeletben, ez már nem a kormány rendelet, hanem az energiahivatal is kiadott két rendeletet, egyet a gázra, egyet meg az áramra. Ebben megismerhettük ezt a bizonyos lakossági piaci árat. De hogy még bonyolultabb legyen a kép, a kormány rögtön egy ilyen propagandisztikus közleményt is kiadott, amiben azt is rögzítette, hogy mennyi lenne a valódi piaci ár. Tehát ugye azt próbálta ezzel sugallni, hogy még abban az árban, amit mi lakossági piaci árnak neveztünk, abban is van egy szubvenció, tehát ha jól emlékszem, mondjuk 1020 forint lenne a 700 és 800 forint közötti ár helyett ez a bizonyos reális piaci ár, és az áramnál meg sokkal nagyobb a különbség, ott 70 forint lett ugye a lakossági piaci árnak nevezett új kilowattóránkénti ár, és ezzel szemben egy majdnem négyszeres árra mondta azt, hogy valójában ez lenne a piaci. Persze a Magyar Nemzetben is nagy cikk jelent meg arról, hogy a kormány megvédi a családok rezsicsökkentését. Nyilván ez egy ilyen kommunikációs trükk, és nyilván vannak azok, akik ezt elhiszik, de azok, akik majd azzal szembesülnek, hogy mennyit kell fizetniük, azok majd azt mondják, hogy hát aha, nem. Mikor érkezik az első ilyen magas számla? Ugye augusztus 1-től érvényes ez a rendelet, tehát hogyha mondjuk egy augusztusi havi fogyasztási időszakról augusztus 1-től 31-ig megérkezik a számla, hát ebben nem vagyok egészen biztos, de mondjuk az biztos, hogy szeptember közepe előtt nem, de legyen az, hogy szeptember közepe, lehet, hogy van, akinél késleltetett, ugye többféleképpen lehet számlát fizetni, van, aki valamilyen módon a valós fogyasztását diktálja, tehát a mérőállomást leolvassa és bediktálja, és van egy ilyen általány terű számlafizetési lehetőség. Valamelyik olvasó kijavított, hogy ezt nem pontosan általánynak kell hívni, de én már ezt a kifejezést szoktam meg, tehát ez arról szól, hogy megnézik, hogy az előző évben mennyit fogyasztott az adott fogyasztó, mondjuk áramból, elosztják ezt 12-vel, minden hónapban a tavalyi fogyasztás 1/12-ért kiszámlázzák, aztán amikor az év végén látható, hogy valójában mennyi volt a tényleges fogyasztás, akkor van egy ilyen végszámla, ha esetleg kevesebb volt, akkor még vissza is kap az ember pénzt, ha meg több volt, mint a 12-szer 1/12-e ugye az előző évi fogyasztásnak, akkor még rá kell fizetni egy nagyobb összeget. Én itt felidéztem az egyik cikkembe, hogy mi például a
a lezárások idején nagyon igen. sokat voltunk vidéken, tehát nekem volt ott egy olyan évem, amikor a budapesti áramszámlánál jelentősen visszakaptam, mert több hónapon keresztül egyáltalán nem használtunk áramot, és amikor majd a következő megjön, mivel most sokkal többet voltunk már Budapesten, mint a családdal, akkor meg vélhetően majd túlfogyasztásom lesz, mert ugye akkor a bázis lement alacsony szintre, és hát akkor nem lesz elég annak az 1/12, de amit kifizettem a havi számlákba. Tehát ugye ez is egy számlafizetési metódus, de az biztos, hogy hát szeptember környékén elkezdődnek a nagyobb számláknak a menedzselése, vagy hát befizetési kötelezettsége. A fogyasztók dönthetnek arról, hogy általányosra kérik át magukat? Tehát eldönthetik? Ebben nem vagyok túlságosan biztos, de én úgy tudom, hogy igen, tehát amíg nem, tehát az, hogy ez így is marad, az ugye egy kérdés, mert most azért sokkal nagyobb tétje van. Én alapvetően azt gondolom, és ezt nagyon sokan kérdezik, és itt vannak egyébként a homályos pontok, hogy ugye pontosan hogyan fizetjük majd meg egy havi számlában ezt az új helyzetet, tehát hogy minden egyes hónapban megnézi-e az áramszolgáltató, illetve a gázszolgáltató azt, hogy mi túl vagyunk-e az adott időszakra jutó engedélyezett, vagy rezsijáron engedélyezett fogyasztáson, és akkor már egy adott havi számlában ezt érvényesíti, mármint hogy van benne lakossági piaci áras fogyasztás is. Én ezt tartom valószínűleg, de ugye hát lehet az is, hogy különböző fogalmakat hallottam erről, tehát van egy úgynevezett jelleggörbe, ez a furcsa kifejezés, ez azt jelenti, hogy nem azt nézi a mondjuk az áramszolgáltató, meg a gázszolgáltató, hogy januárban, illetve júniusban is az 1/12-ét fogyaszthatnám el a gáznak, hanem rendelkezik az MVM Next, ugye ő a szolgáltató, ez egy állami cég, egy olyan jelleggörbével, hogy mi az a reális fogyasztás, amiből januárra, nyilván például aki fűt, annak januárra, februárra nagyobb hányada jut az éves fogyasztásnak, mint az 1/12, de nyáron viszont kevesebb. Tehát rá lehet simítani egy átlagos eloszlást egy átlagos fogyasztásra. Ez különböző elszámolásokban számíthat, de erről egyáltalán nem rendelkezik a rendelet, tehát most nem akarok olyan hiú reményeket kelteni, hogy valami nagyon racionális, nagyon logikus rend lesz ebbe. Itt leginkább majd az MVM Next-nek és az Energiahivatalnak a pontos szabályait érdemes megvárni. Tehát a rendelet az leginkább azt szabályozza, hogy egy napi elszámolásban minden nap az éves fogyasztás az éves átlagos fogyasztásnak az 1/365-ét fogyaszthatjuk el. Kicsit megtévesztő, mert ugye amikor ezt a napi fogyasztást látjuk, akkor ez olyan lehet, mint hogyha minden nap meg kéne felelni annak, hogy nem lehet kilépni ebből a fogyasztási keretből. De valójában ez a napi fogyasztás, ez arra vonatkozik, hogy a számlázási időszakok, ha például az egy havi, azokba a napok számát azt is érvényesítse a szabályozó. Tehát, hogyha februárban csak 28 nap van, januárban meg 31 nap, akkor az adott hónapokban ne ugyanazt engedélyezze fogyasztásnak, tehát ne 1/12 és 1/12 jusson arra a két hónapra, hanem az egyikre 28.365-öt, másikra meg 31.365-öt. Én így értelmeztem a rendeletet, de természetesen lehet, hogy ebben aztán majd még lesz pótlólagos információ. Azon gondolkodtam, mert hát ezzel a helyzettel mindenki kénytelen szembenézi, nálunk is otthon szóba került, hogy ingatjánk rá fog erre menni, meg hogy hogyan lehet átalakítani, hogy vannak egyáltalán olyan háztartások, olyan családok, akik megúszszák, akik nem fognak sokkal többet fizetni. Tehát, hogy milyen alacsony fogyasztással kell gázra és villanyra gondolniuk, hogy vannak egyáltalán olyanok, akik megúszszák a magas rezsit? Én azt gondolom, hogy viszonylag sokan vannak, de meglepő módszerekkel. Tehát ugye az egyik meglepetés az a távfűtés, tehát ugye azért a legnagyobb energiatétel az mindig a fűtés. Igen. Tehát aki távfőszolgáltatótól kapja a távfűtést, ő megúszhatja. Lehet, hogy aztán ebben is lesz változás, de a jelen jogszabályok nem térnek ki a nyilván a távfűtés rezsijárát is el lehet majd engedni, vagy lehet szabályozni, de ez a mostani szabály, ez nem szabályozta. És hát vannak, akik valóban mondjuk ügyesen meg optimalizálni tudnak a két energiahordozó között, és mind a kettőben benne maradnak.
kicsit cinikus, amit mondok, de a gazdagok is megúszhatják, legalábbis azok, akik mondjuk szeretnek télen fűtés helyett mondjuk egy hónapra melegebb éghajlatra költözni, vagy az éves életvitelüket két mérőhely között is meg tudják osztani, fél évig Pesten vannak, fél évig Balatonon, akkor számukra valószínűleg egyik vételezési helyen sem jön ki egy hónapra az átlagos fogyasztásnál nagyobb fogyasztás. Természetesen nyilván van, aki nagyon professzionális környezetvédelmi megfontolásból passzív házakat, vagy nagyon alacsony energiafogyasztású lakásokat fejlesztett, ők is most visszaigazolva érezhetik a befektetésüket. A legnehezebb helyzetben sajnos pont azok vannak, nyilván vannak, akinek óriási a fogyasztás, csak azt feltételezzük, hogyha a Rózsadombon egy hatalmas medencés házban óriási a fogyasztás, akkor egyrészt tudnak takarékoskodni, van onnan, másrészt van vélhetően olyan jövedelmük is, amivel akár egy magas rezsiszámlát is ki tudnak fizetni. A legnehezebb azoknak a helyzete, akik egy rossz energiahatékonyságú, akár egy ezek a kádárkockák, ugye ezek a vidéki, egy egyedülálló gázfűtéssel működő házak, vagy egy vidéki rossz energiahatékonyságú társasház. Ugye azért mondom, hogy ők vannak a legrosszabb helyzetben, itt nyilván nem a vidékiség számít, hanem egyrészt az, hogyha a környezetben nincsen fűtés, egy nagyobb társasházban, panelben ugye az segíthet, hogy a szomszéd is fűt, tehát nem egyedül kell kifűtenem a lakást, és általában ugye azért hangsúlyoztam ezt a rossz energiahatékonyságú ház és alacsony jövedelem, mert ahol nagy beruházás lenne mondjuk egy milliós fűtéskorszerűsítés, ott hát sajnos sokkal inkább tűnik valószínűnek az, hogy ha nagyon megterhelő a rezsiszámla, akkor előtérbe kerülnek a rosszabb megoldások. Fűtés, nedves fával, hulladékkal. Reméljük, hogy ez nem lesz tömeges, mert ennek biztos, hogy nem a kívánt környezetvédelmi hatása lenne. De hát sajnos ez... Én nem voltam híve a rezsicsökkentésnek, most utólag se szeretném máshogyan láttatni, mert azt gondolom, hogy az nem jó, hogyha egy környezetvédelmi szempontból szennyező foszilis fogyasztást nem mérsékelünk az árral, mert azért az ár az egy nagy takarékosságra, hatékonyságra ösztönző elem, de ezt tartottam a legpozitívabb részének, hogyha kifizethető az áram és kifizethető a gáz, akkor ezt a legszennyezőbb, ezt a gyűjtögető, égető életben maradás, kényszerfűtés, ezeket azért talán jó esetben egy kicsit vissza tudta szorítani. Azon gondolkoztam, mert elméletileg ugye van nagy családos kedvezmény, és hát én mondjuk a két nagykorú lányom ugyan egyetemisták, de hogy velünk élnek, meg az anyósommal élek egy légtérben, de hát sajnos ránk ez semmilyen szinten nem fog vonatkozni. Igen, én azt szoktam mondani, hogy a torzítás szül. Tehát ugye a rezsicsökkentés önmagában egy torzítás, mert nem a valósággal találkozunk, hanem a kormány szociális, vagy hát segítő szándékkal ugye távol tartott bennünket a reális piaci ártól, és amikor ebből a torzításból megpróbál kifelé jönni, akkor sajnos nem tudja más, hogy ezt megoldani, mint óhatatlanul újabb torzítást visz bele a rendszerbe. Tehát az, hogyha egy vételezési helyen egy ember lakik, vagy 15 ember lakik, nem igazságos, vagy nem tűnik igazságosnak, hogy ők ugyanarra a fogyasztásra jogosultak kedvezményes áron. És az, hogy 15-en laknak, nem a te példádat mondom, de egy kicsit kibővítve azt, tehát nincs benne három vagy négy gyermekes család, de együtt él több generáció, vagy akár együtt él megint inkább vidéki példák jutnak eszembe, akár romanat családoknál el tudom képzelni, hogy van egy ingatlan, egy vételezési hely, de valójában több család lakik együtt, vagy több generáció, és hát nyilván az ember azt érzi, hogyha 15-en használják ugyanazt a kontingenst, az nagyobb támogatásra lenne jogosult, mint hogyha egy valaki. De hát azt is értem, hogy mindenképpen kell valahogyan kezelni, mert hogyha meg egyfőre vetítenénk le a vételezési helyeket, akkor ugye energiatakarékosabb helyekről az emberek átjelentkeznének a másik ingatlanba. Biztos, hogy ott is lenne egy furcsa, ugye ebből a torz ösztönzésből fakadó, hát olyan láncreakció, ami visszaélésszerű lehetne, de hát sajnos mindenképpen maradtak benne olyan
igazságtalanságok a rendszerbe. Kicsit ugye ez a vételezési helyi logika, ez is olyan, hogy a társasházakat kezelték, tehát az, hogyha egy társasháznak egy vételezési helye van, de több lakás tartozik oda, ezt majd kezeli a rendszer, de vannak olyan ingatlanok is, ahol nincsen lakásra bontva, de valóban mondjuk több generáció él a különböző szinteken, de egy lakásnak számít, ebben nincsen segítség, és hát alapvetően azért az is egy igazságtalanság, hogy hát azok járnak jól, akik mind a kettő energiahordozót nagy mértékben használják, ellentétben azokkal, akik ugye például a elektromos autóra váltottak, vagy a gáz lecserélték egy hatékonyabb fűtésre, emiatt viszont az áramszám jobbat tesznek a világunkkal, mint más fogyasztók, de náluk az áramszámla az kiugró. Ehhez mondtam ugye az elején azt, hogy de az legalább egy kicsit tompítja ezt a hatást, hogy az áremelkedés az kisebb mértékű, mint a gázé. Az átlagfogyasztást milyen időszakonként fogják ellenőrizni? Én azt hiszem, hogy ez a pont, ez ha egy kicsit, nem is tudom, negatív lehetek, ez nem olyan fontos. Azért gondolom azt, mert nem hiszem, hogy a kormány számára valóban az a fontos, ez egy jó kommunikációs üzenet, hogy pontosan a háztartások átlagos fogyasztásánál húzzák meg a határt. Tehát én nekem ugyanolyan helytálló logika lehet az, hogyha annál a bizonyos meghatározott éves fogyasztásnál, lehet, hogy rossz számot mondok, de ugye azt hiszem 1729 köbméter gáz és 2527 kilowattóra áramnál, tehát hogy ennél húzzák meg a határt. Az, amit az állam közölt átlagos fogyasztásnak, az szerintem sok szempontból sántít. Tehát eddig sem azt jelentette, hogy egy átlagos normál háztartás mennyit fogyaszt ezekből az energiahordozókból, hogy pár szempontot mondjak. Ugye felfelé azért tévedhetett ez az átlag számítás, mert hogyha egy vételezési helynek számítunk egy ilyen 50 lakásos társasházat, akkor hát nyilván az egy gigantikusan megnöveli ezt az átlagot. Viszont szerintem sokkal nagyobb mértékben csökkenti az átlagot a vételezési helyeknek az a tömeg, ahol nincs valódi vételezés. Tehát például egy közművesített ingatlan, ami üresen áll, vagy egy nyaraló, amit két hónapig, vagy lehet, hogy csak három hétvégére kapcsolnak be, és csak akkor használnak áramot. Tehát azt hiszem, hogy ami kijött így átlagnak, az túl sok mindent nem jelent, tehát nem érdemes azon filozofálni, hogy miért nem tudom levinni az átlagos fogyasztás, amiközben abszolút nem élek nagylábon, lehet, hogy ez nem reális, tehát egy működtetett gépekkel, fűtéssel ellátott háztartásban nem is reálisak ezek a számok, vagy legalábbis típusonként eltérő, hogy mennyire reális. És még egy érdekesség, ezt őszintén szóval nem tudom a magyarázatot, hogy megnéztem a kormány számait, és abból, tehát ha megnézzük, hogy hány gázvételezési hely van, és mekkorának mondták az átlagos fogyasztást, akkor abból az jön ki, mintha a lakosságnak az összesített gázfogyasztása 6 milliárd köbméter lenne, de én úgy tudom, hogy 3,2 milliárd köbméter, tehát ha tetszik, akkor valamilyen megfontolásból lehet, hogy pont azért, mert hogy túl kicsi szám jött volna ki, mintha nem is egy valós átlagot számolna a gáznál a kormányzat, hanem a vételezési helyek és az összmagyar fogyasztás adataiból kiinduló számnál egy magasabb átlagot határozott meg. Tehát lehet, hogy amúgy csak 1000 köbméter lenne a vételezési helyekre jutó átlagos fogyasztás, de ők ezt az 1729-et határozták meg. Tehát ez is egy érdekes dolog. Tehát sok hibája van, nem tudom, hogy ez hiba-e vagy tudatos, de tehát sok ilyen érdekes kérdés van az átlagos fogyasztásnál. Én is úgy nézegettem, számolgattam azt, hogy egy átlagos háztartás átlagos gépeivel hogyan jöhet ki ez a fogyasztás. Én azt gondolom, hogy elég nehéz benne maradni akkor, hogyha valaki nem távfűtéses, tehát ha bármelyik akár árammal, akár a gázzal, de fűtenie is kell, amúgy a lámpák, háztartási gépek működtetésére úgy nagyjából elég ez a kilowattóra, tehát az áramba amúgy nem nehéz bele
benne maradni, és hát a gáznál meg ugye ott óriási a különbség, az szerint, hogy ha van fűtés, amit gázzal a gázszámlát terheli, akkor nagyon nehéz benne maradni, ha nincs fűtés, akkor meg, hát akkor meg nagyon könnyű, mert nyilván a konyhai gázfogyasztás az sokkal kisebb. És kérdés, hogy mi van például azokkal az ingatlanokkal, például a nyaralókkal, melyet az év nagyon kevés szakaszában használjuk, talán összesen negyed évben mondjuk nyáron, az összes többi évszakban meg be van zárva, vagy éppen csak leugrunk egy hétvégére. Igen, én azt gondolom, vagy soha nem hallottam arra való utalást, hogy ezeket megkülönböztetné a gondolkodás, tehát azt hiszem, hogy ugyanúgy a két hónapig használt ingatlanban is, tehát nem állampolgáronként, hanem vételezési helyenként van a szabály, tehát hogyha egy vidéki ingatlant nagyon ritkán használunk, ott is ennek az éves keretnek elég megfelelni, tehát a nyaraló tulajdonosok valószínűleg emiatt nincsenek veszélyben. Viszont a társaságok igen, mert a közös képviselők azért már napok óta arról beszélnek, hogy hogyan és miképp fog megemelkedni a költségük azoknak, akik fizetnek közös költséget. Hát mire számíthatnak, ég a lámpa a lépcsőházban, tehát ott is ilyen 30-40%-os közös költségnövekedést prognosztizálnak. Igen, ez sok szempontból érdekes, mert ugye egyrészt nagyon érdekes a közös fogyasztás, amiből valóban lehet egy közös költségemelkedés, illetve aminek itt megnő a jelentősége, az a reális felosztás. Ebben nem vagyok túlságosan tájékozott, és a rendelet az kifejezetten energiát szabályoz, tehát olyanokat nem szabályoz, hogy azt még szabályozza, hogy lakásbérbeadásnál mi a helyes eljárás, de az, hogy mondjuk egy olyan ingatlannál, vagy egy olyan vételezési helynél, amire több lakás kapcsolódik, hogy ott a valós fogyasztás mérése, vagy adott esetben, ha mondjuk egy alapterület arányok alapján történő felosztás ugye más eredményhez vezethet, hát itt nyilván annál jobban járnak azok, akik valódi megtakarítást tudnak elérni, hogyha minél inkább azonosítható, hogy mi az ő valós fogyasztása. Az, hogyha mondjuk 50 lakás kapcsolódik egy vételezési helyre, és ha bevezetek egy nagyon minőségi energiahatékonysági beruházást, de azzal nekem csak egy 1/50 részt jut rám ennek a megtérülésre, akkor nyilván kevesen fognak ilyet bevezetni. Tehát itt a felosztás az nagyon hangsúlyossá vált. Néhány hallgatói SMS itt a beszélgetésünk közben. Minden óra be van kötve az elműhöz. Havi leolvasó vagyok, nem értem, hogy miért kell diktálnom ahelyett, hogy az elmű értesítene arról, hogy mennyi volt a fogyasztásom, írja egy hallgató. Aztán egy másik hallgató azt írja, hogy a rendszerhasználati díja fogyasztói energiára plusz rakodik, és számításom szerint ez 165%, 3328-ról plusz 5536, így a fizetendő 8764 forint, és azzal folytatja a hallgató, hogy mire kell ez a rendszer használat, és azt mennyivel emelik, kérdezte tőlem az Etus. A leolvasás és a bediktálás mikéntje az nem teljesen egységes, tehát ugye van valóban ez a leolvasás, van a bediktálás, és van, amikor még a bediktálást azzal is hitelesíteni kell, hogy le kell fotózni a mérőállást, de ebben valószínűleg én nem nagyon pótlólagos információ, vagy átfogó képen nincs arról, hogy a szolgáltatók melyiket hogyan használják, miközben azon mindenképp érdemes elgondolkodni majd a rendeletek pontos ismeretében, hogy melyikkel jár jobban az ember, mert én azt feltételezem, hogy filozófikusan az a jó megoldás, hogyha nem különbözik attól egy éves számla, hogy milyen módon fizeti valaki általányba, vagy leolvasás után a fogyasztásnak megfelelően, de még abban is lehet különbség, hogy ha valaki nem szeretné mondjuk ő finanszírozni az áramszolgáltatót és a gázszolgáltatót, tehát ha jobban azt szeretné, hogy ne a végén kapja vissza a pénzt, tehát ezzel lehet optimalizálni. Még egyetlen gondolat, hogy az is számít, hogy egy negyed évente felülvizsgálják az árakat, tehát még az szerint is különböző stratégiák lehet kialakítani, hogy valaki fölfelé vagy lefelé várja az árakat. A rendszerhasználati díj az egy sokkal
tisztább, és valójában talán azt is lehet mondani, hogy nehezebben felfogható helyzet. Tehát amikor áramszámlát fizetünk, akkor annak két nagy tétele van. Az egyik az maga az áramdíja, amit az erőművek előállítanak energia, és a másik az, hogy ezt valaki elszállítja hozzánk, tehát ugye a hálózat működtetőinek, a vezetékrendszer működtetőinek a költsége. Én egy cikkemben azt a példát használtam, ami elég profán, de hogy amikor pizzát rendelünk, akkor is ugye a pizzáért is fizetünk, de a házhoz szállításért is. Tehát a rendszer használati díj az a házhoz szállítás. És ebben egy viszonylag kötött jogszabály egyfajta ilyen fix nyereség hányadot ír elő a rendszer üzemeltetőknek. Tehát miközben áramszolgáltató és gázszolgáltató egyetlen állami cég a MVM csoporttal kapcsolatban a fogyasztókkal, ilyen hálózat működtető cég, ez több is van, ott is van MVM, E.ON, meg Opus, és ezeknek azért, hogy működtessék megfelelő színvonalon és elvégezzék a megfelelő beruházásokat, van egy ilyen elvárható nyeresség szintjük, és az elmúlt években egy furcsa anomáliához vezetett, hogy miközben a rezsiár, tehát a fogyasztók által fizetett ára fix maradt, a rendszer használati díj ezen belül nőtt, mert ugye ezeknek a cégeknek is nőttek a költségei, alapanyag, energia, munkabér, minden ment fölfelé. Úgyhogy úgy módosult például az áramnak az ára, hogy csökkent benne az áramdíj, miközben eszelősen drágult az áram, de Magyarországon még csökkent is az áramnak a díja, csak azért, hogy ugyanazt a végső árat azt úgy tudja kihozni az állam, hogy közben ezt a bizonyos rendszerhasználati díjat emeli, hogy a rendszerüzemeltetőknek a szerződés szerint járó nyeressége meglegyen. Tehát valóban nőtt legutóbb július 1-én a rendszerhasználati díj. Amiről most az állam kommunikált, ő nem részletezi, hogy a 70,1 forint per kilovattórás áramdíjban mekkora lesz a rendszerüzemeltetési díj, és mekkora lesz az áramdíj. Ő a végső árat mondta, amit a fogyasztó valóban kifizet, amiben már forgalmi adó is van, és benne van az áramdíj is, meg a rendszerhasználati díj. Én azt feltételezem, de erről semmilyen dokumentumot nem láttam, hogy mivel július 1-én volt egy rendszerhasználati díjemelés, ebben az új árban a rendszerhasználati díj most nem fog megint emelkedni egy hónap elmúltával augusztus 1-én is. Én azt gondolom, hogy az az áremelkedés, az a hát körülbelül 34 forint, amivel most drágább lesz egy kilovattóra áram, az kifejezetten az áram árának az emelkedése lesz, és nem a rendszerhasználati díj emelkedése. És az áfatartalom az meg nem változik, tehát azt is lehet mondani, hogy az áremeléssel duplán jól jár az állam, kevesebb veszteséget kell finanszírozni az MVM-nél, és még a forgalmi adó bevétele is nő, mert egy nagyobb, tehát ugyanazt a kulcsot egy nagyobb végösszegben tudja érvényesíteni. Az előrefizetős óráknál miként számolják el a díjakat? Ezt nem tudom. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye én azt gondolom, hogy nem ördögtől való, itt is egy utólagos korrekció, tehát ha mondjuk valaki kifizette előre, és az augusztus utáni fogyasztását is egy korábbi ár alapján, és egy korábbi átalány alapján előre kifizette, én el tudom képzelni, hogy a megfelelő rendeletben, tehát például arra külön kitér a mostani rendelet, hogyha ezt a megnövekedett árat kell érvényesítenie a szolgáltatóknak a lakosság felé, erről nem kell új szerződést kötni, hanem az intézményesül minden szerződésbe. El tudom képzelni, hogy valami olyan megoldás lesz, hogy hiába fizette ki valaki előre, mondjuk egy későbbi időszaknak a remélt olcsóbb árát, valamilyen módon még az előre fizetett és már rendezett számláknál is lesz valamilyen utólagos elszámolás, de nem tudom, az az igazság, hogy ezt konkrétan kérdezte tőlem is olvasó, sőt kollega, és próbáltam is, már bejelentkeztem az MVM Nexthez, mert nagyon sok ilyen praktikus kérdés merül fel részben, bennem részben, amit beküldtek. Ez konkrétan egy ilyen, amit nem tudok. Igen, az egyik hallgató azt kérdezi, hogy a havi vagy az éves keret a viszonyítási alap, akkor lép életbe a piaci ár, ha az éves keretén elfogyott? Szerintem nem, de ez a leg... Tehát az összes kérdés közül ez az, ami a leginkább izgalmas, és ebben várjuk az MVM Next és az energiahivatal rendeletét. Tehát ha csak az történne,
az biztos, hogy éves időarányos fogyasztásról van szó, de mondjuk induljunk ki az augusztus 1-én kezdődő időszakból. Tehát, hogyha az történne, hogy erre az 5 hónapos időszakra, amit tudtam, de most mondjuk 153 nap, ezt beleírtam valamelyik cikkbe, de most ebben nem vagyok egészen biztos, de azt hiszem 153 nap van ebben az 5 hónapban, és akkor ugye az lenne elvileg a szabály, hogy az éves kereteknek a 153-365 részét lehet elfogyasztani. És akkor mi történhetne? Az egyik az, amire az olvasó mondjuk éves elszámolásként utal, vagy nem tudom pontosan milyen kifejezést használ, hogy erre van egy keret, elkezdünk fogyasztani augusztusban, szeptemberben, októberben, valószínűleg még novemberben sem merül ki ez a keret, decemberben esetleg már túlfogyasztunk, ameddig nem fogyasztottunk túl, addig rezsijárat fizetünk, és a decemberi számla, annak hát jelentős része az már a túlfogyasztás lesz, és akkor valamikor január-februárban befizetjük a költségvetést javító nagyobb tételt. Én szinte biztos vagyok benne, hogy nem erre gondolt a kormányzat, ugye egy nagyon-nagyon késleltetett lenne a költségvetést javító és az MVM veszteség finanszírozását enyhítő hatás. Én azt gondolom, hogy a havi elszámolásban fog az történni, hogy az augusztusra meghatározott fogyasztást véletlenül kevesen fogják ugye túllépni, mert akkor például nincs fűtés, de minden esetre, amikor egy adott hónapban, az adott hónapra jutó fogyasztást valaki az adott hónapban túllépi, tehát augusztusban a 31.365 részének ennek a bizonyos mondjuk 1729 köbméternél, amennyivel nagyobbat fizet, azt már piaci áron kell fizetni. Ami ugye sokkal rosszabb a fogyasztó szempontjából, akkor hamarabb kell nagyobb számlákkal szembesülni, és hát az én reményeim szerint semmiképp sem visz igazságtalanságot a rendszerbe, tehát a végén majd kiderül, hogy valójában ebben az 5 hónapban túlfogyasztás volt, vagy belefértünk a rezsikeretbe, és akkor történik egy nettósítás. De ezeknél, amiket most mondok, azért ebben még nem 100%-os az, amit... Tehát nekem ez tűnne logikusnak, én ezt vélem felfedezni, hogy ez lesz a szabályokban, de ezekről még nem egyértelmű a kormányrendelet. Tehát ugye napi elszámolásról beszél egy 365-ös fogyasztásról számlázási időszakonként, de az, hogy én úgy gondolom, hogy ha nagyon egyszerűen kell válaszolnom az olvasó kérdésére, akkor havi, de remélem úgy, hogy ez nem egy igazságtalan havi, vagyis nem az van, hogyha mondjuk valaki egy adott hónapban túllép, de a következő hónapban alul fogyaszt, akkor ezzel veszteség éri, ahhoz képest, aki mind a kettőben pont, tehát nem fogyasztott több áramot vagy gázt, mint az, aki egyenletesebben az átlag, havi átlagnak megfelelő mértékben fogyasztott. Ha esetleg az lenne, amit most utoljára mondtam, ami igazságtalan lenne, akkor egyértelműen ugye az általánydíjas a kedvező fizetés, mert akkor az kisimítja a valós fogyasztáshoz képest a fogyasztásunkat. Azon gondolkodik a hallgató, hogy miért kezdett el a világpiaci ár, gázár tavaly októberben növekedni, amikor még háború sem volt? A gáz az egy rettentő érdekes piac, engem legjobban érdeklő piacok egyike, és hihetetlen nyomott ára volt hosszú éveken át. Tehát tombolt a világgazdaság, mármint úgy értem, hogy tombolt, hogy hasították, kifejezetten magas volt az olajár, és valahogyan a gáz az úgy teljesen elfelejtődött. És aztán volt egy olyan, ugye a Covid utáni visszatérésnél, amikor egyrészt újra beindult a gazdaság, voltak ilyen szállítási költségemelkedések, drágábbak lettek az LNG tankerek, amelyek ugye valamennyire rugalmassá tudják tenni a piacot. Tehát volt valami fajta természetes kereslet kínálati áremelkedés, a kereslet megnőtt, a kínálattal még voltak zavarok. És erre jött rá ez az iszonyatos geopolitikai szörnyűség, tehát ugye egyrészt az, hogy nem pusztán az energiatermelő országok azok mindig ilyen rossz fiúk, tehát ha belegondolunk, hogy hány probléma volt Irak, Szíria, Líbia, Venezuela, Szaúd-Arábia, Oroszország, de hát Oroszország ugye a mi régiónk szempontjából a gáz az egy nagyon kötött infrastruktúrájú termék, az egy különös probléma volt, és akkor nem pusztán az történt, hogy lerohant a Ukrajnát Putyin. Ja, az olvasó kérdése az még októberre vonatkozott, tehát eleve volt már egy geopolitikai feszültségnövekedés, amiben az látszott, hogy az energiakonfliktus Nyugat-Európa és
és az Egyesült Államok, illetve Oroszország között, és már ott van egy geopolitikai fenyegetés, hogy csapatösszevonások, háború is lehet, és erre egyszerre eszkalálódott a politikai helyzet, vagyis a háború, és egyszerre ment rá, az addig szentehénnek kezelt, ugye az oroszok alapvető érdeke volt, hogy ők megbízható energiaszállítók legyenek, a mindenféle gázzavar. Nem helyezték üzembe az északi áramlat kettőt, később ugye már az északi áramlat egynél is csökkent a szállítási mennyiség. A Gazprom mindenféle országnak, Bulgária, Finnország, Lengyelország már nem szállított gáz, ez is egy kockázatot vitt be. Az Unió szankciókat lebegtetett, még ha nem is a földgázról, de már az energia hordozókról is. Az oroszok azt mondták, hogy akkor a földgáz árát is rubelbe kéri. Tehát minthogyha tudatosan lépésről lépésre hisztérikus módon az áremelkedés irányába tolta volna el, vagy tolták volna el a felek a gáz világpiaci árát, nem lehet szerintem bármennyire nagy a kereslet, bármekkora a geopolitikai kockázat, nem lehet reális az a gázár, ami most van. Hozzáteszem, most már egy kicsit csökkent is, ezért is különösen meglepő volt, hogy a gázár ennyire magas lett, mondjuk az, hogy ennyire prompt módon lekövette a világpiaci árat, miközben az energiában, az áramban sokkal mértéktartóbb volt a kormány. Hihetünk abban, hogy csak addig lesz rezsinövelés, amíg a háború tart, és ha béke van, akkor ismét jó lesz nekünk? Hát abban hihetünk, hogy akkor egy kezelhető probléma lesz ez a háztartásoknak, abban mindenképp hihetünk, tehát hogy érdemben csökken az energiahordozók ára. Én azt hiszem, hogy ha egyszer elengedte a kormányzat ezt a sokáig mantraként emlegetett kérlelhetetlen összlakossági rezsicsökkentést, akkor ide már nem fogunk visszatérni. Én személy szerint amúgy is annak lennék a híve, de hiszen az mondjuk nem annyira fontos, hogy én mindenkinek lennék a híve, hogy legfőjebb ugye a rászorulóknak, vagy egy átlagos fogyasztásig családoknak, tehát hogy ilyen támogatások azok borzasztóan szükségesek egy ilyen hektikus időszakban, de az, hogy minden típusú fogyasztást minden mértékben az állam dotáljon, az nagyon komoly problémákhoz vezetett. Hát látjuk, hogy hol tartunk. Igen, itt az egyik hallgató... fizetési mérlegben mindenfélében, igen. Kérdezi az egyik hallgató, hogy hol van az ötödáras orosz gázár, mert hogy elméletileg ugye még onnan jön, de szerintem ez az ötödáras gázár, ez kamu volt mindig, nem? Ez biztos, hogy kamu volt. Erről most megint egy kicsit az én véleményemet vagyok kénytelen mondani, mert nem teljesen transzparens a nagy orosz gázüzletnek az árazása, de amennyire így a szakmában hallom, ez a TTF nevű amszterdami tőzsdei gázárhoz kötött egy kicsit késleltetett ár. Tehát azt jelenti, hogy nem, hogy ötödáról nincsen szó, de még diszkontról sincs. Annyiban segíti a magyar kormányt a szerződés, hogy egy kicsit késleltetve jön be mondjuk egy áremelkedés. Mondok egy hülye példát, és ilyen szempontból lehet, hogy volt a történelemben egy pillanat, amikor igaz volt az ötödár, hogyha 7 hónap alatt megötszöröződik a gázár, és Magyarország egy 2 hónappal ezelőtti gázárat fizet ki az aktuális pillanatban, akkor lehet, hogy mondhatja, hogy a piaci árhoz képest éppen ötödáron kapja a gázt, de azt a gázt már ő is piaci áron fogja kifizetni 2 hónappal később. A számok fiktívek, tehát nem tudom, hogy pontosan 2 hónap-e a késleltetés, de én azt hallottam, hogy van egyfajta ilyen nem teljesen azonnali ár, hanem egyfajta kisimítás, átlagolás, késleltetés valamelyik ezek közül, de lényegében és összességében Magyarország nem fizet a piaci ár alatt az orosz gázért. Én ezt nagyon határozottan így tudom. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Brückner Gergely, a Telex gazdasági újságírója, gazdasági szakértője volt a vendégünk. További kellemes nyaralást kívánok, és örülök, hogy rendelkezésünkre álltál. Viszont hallásra, szervusz! Köszönöm szépen, szervusz mindenkinek!